Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Feloldották a korlátozásokat, a javuló járványügyi adatok miatt enyhített a kormány. Forgalmi rendváltozás Szekszárdon, pénzbírságra számíthatnak a szabálytalanul közlekedő autósok. Bankkártyát és autót lopott, az ágy alatt elbújva találtak rá a férfira. Elűzték a telet Szekszárdon, civilek elevenítették fel a régi időkből származó kiszabávégetés hagyományát. Se boltban, se színházban, sem moziban nem kell már maszkot viselni, sőt a különböző beltéri rendezvényekre már nem csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatnak el. Ezeket és számos más korlátozást is eltöröltek Magyarországon a javuló járványügyi helyzetre hivatkozva. A március 7-én életbe lépett új rendeletek azt igazolják, most egy kicsit fellélegezhetünk. Legyőztük a járvány 5. hullámát, mondta Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti kormányinfón. Ezért a korlátozások többségét, köztük a kötelező maszkviselést is eltörölték. Az új rendelet március 7-ével lépett életbe. A hírtől többen fellélegeztek. Itt volt az ideje. Itt dolgozom a műfázba, itt is kötelező volt a maszk eddig. Aztán most ezentúl már nem kell. Holnap a nőnapi rendezvényt már úgy tudjuk maszk nélkül. Ez a nő általában kerékpárral közlekedik, neki is könnyebbséget jelent, hogy a közértben már nem kell maszkot viselnie. Ebben ment az ember az üzletbe, így felöltözve, ők pólóba járnak, és így utcai ruhába bemegy az ember, és még ha rendesen hordja maszkot, még levegőt sem kap kijön, és aki kerékpárral jár, annak a nyilván nem egészséges, hogyha megizzadtan biciklizik. A szemüvegeseknek is megváltása, a korlátozások megszüntetése. Örülök, hogy eltörölték, mert amikor bementem a boltba szemüvegre, vissza, hiába volt olyan maszkom, akkor se volt jó. De azért tartok ettől a dologtól, hogy most ilyen hirtelen. Találkoztunk azonban olyannal is, aki annak ellenére, hogy hétfőtől nem kell, továbbra is viseli a maszkot. Tudom, hogy nem kell, de én így érzem még biztonságban magam. Pedig a virológusok optimistábbak, mint korábban. A statisztikai adatokból arra következtetnek, hogy ha lesz is 6. hullám, akkor az enyhébb tünetekkel fog járni, mint az előzőek. Ezért a kötelező maszkhasználat mellett a legtöbb járványügyi intézkedést is eltörölték. Kivezetjük azt a szabályt is, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató kötelező oltást írjon elő. Két területen teszünk kivételt, a szociális és egészségügyi dolgozók esetén. Idős otthonokban és kórházakban indokolt a fenntartása a maszkviselési kötelezettségnek, és kivezetjük a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat is. Az egészségügyi veszélyhelyzetet azonban továbbra is fenntartják a kormány cselekvőképessége és az esetleges 6. hullám megjelenése miatt. Magyarország energiaellátása jelenleg zavartalanul, menetrendszerűen, a megkötött szerződéseknek megfelelően történik. Ennek keretében naponta 10 millió köbméternyi földgáz érkezik délről, a Törökország-Bulgária-Szerbia útvonalon keresztül, közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szijjártó Péter hozzátette, az energiaellátás szankcionálását mindenképpen el fogják kerülni. Hangsúlyozta, az Ukrajnában zajló háború idején legfontosabb kötelességük a haza biztonságának garantálása. Először is meg kell akadályozni, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba. Ennek érdekében a kormány ellenáll a nyomásnak, és nem küldenek sem katonát, sem fegyvert Ukrajnába, és nem engedik a halált okozó fegyverek átszállítását az ország területén. Kiemelte, a NATO pénteki külügyminiszteri értekezletén a magyar érdeknek megfelelő álláspontot fogadtak el, mindent el kell követni annak érdekében, hogy ne jöhessen létre közvetlen összeütközés a szövetség és Oroszország között. 73 helyszínen már csak nem 3000 Ukrajnából érkezett embert helyeztek el idehaza, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. Felhívták a figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelem az orosz-ukrán háború első napja óta folyamatosan dolgozik az Ukrajnából menekülő emberek utazásának, elhelyezésének és ellátásának megszervezésén. A tájékoztatás szerint a szervezet 9 megyében, valamint Budapesten is operatív törzset hozott létre a feladatok koordinálására.
Eddig összesen 2871 olyan ember, köztük 1606 gyermek elhelyezéséről gondoskodtak, akinek a háború elől menekülve nem volt hova mennie. Az elmúlt időszakban egyre több autós hajtott be jogtalanul a Garai és a Béla Király tér közötti sétáló utcába, ezért a városvezetés úgy döntött, hogy rendszámfelismerő kamerákat szereltet fel, így a behajtási engedéllyel nem rendelkezők, mégis arra közlekedő sofőrök büntetést kapnak. Továbbá az érintett szakaszon egyirányú lesz a közlekedés, járművekkel csak a Béla Király tér felől lehet behajtani. Büntetésre számíthatnak a szabálytalan autósok Szekszárdon, ugyanis a Garai és a Béla Király tér közötti útszakaszon rendszámfelismerő kamerákat szerelnek fel, így az engedéllyel nem rendelkező, mégis arra haladó járművek pénzbírságot kapnak. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, így újra valóban sétáló utca lesz a két tér között. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag már a sétáló utcába is vigyázni kell, hogy el ne üssenek bennünket, és ez a folyamatos közlekedés már komoly kárt tesz itt a burkolókövekbe. Hát mondjuk nem a macskakőbe, hanem ott, ami úgy széppé és megosztottá teszi a dolgokat, ott is látjuk a minőségi romlást. A korábban kiadott behajtási engedélyeket visszavonják. Azok, akik számára indokolt az átjárás, vagyis többek között az ott lakók, a vendéglátó egységekbe áruthozók új engedélyt kapnak. Nem ellene vagyunk az embereknek, hanem rendezett, ellenőrzött formába szeretnénk a közlekedést és az árufeltöltést biztosítani, mellette élvezni tudjuk a sétáló utca adta lehetőségeket. Gyurkovics János hozzátette, emellett egyirányú is lesz ott a forgalom, vagyis járművekkel csak a Béla Király tér felől lehet majd behajtani. A kormány 17,5%-ról 80%-ra fogja emelni az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét, mondta a miniszterelnök szombaton a Magyar Gazdakör és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gazdakongresszusán. Orbán Viktor hangsúlyozta, ez azt jelenti, hogy a nemzeti, az uniós és várható magánbefektetői forrásokkal együtt a következő években 9000 milliárd forint jut majd az agráriumnak. Ez háromszor annyi pénz, mint amennyi eddig volt, tette hozzá. A kormányfő szerint ezzel az összeggel el kell odajutni, hogy az agrárfeldolgozóipar 80%-ban a magyar tulajdonban legyen. Hozzátette, ha 20% a külföldi és 80% a magyar tulajdon az élelmiszeriparban, akkor azt is el lehet érni, hogy az emberek által fogyasztott élelmiszer 80%-ban magyar legyen. Megújul Gyulajon az önkormányzat és az orvosi rendelő épülete is, valamint számos utca burkolatát is felújították az elmúlt időszakban. A Magyar Falu programnak köszönhetően az utóbbi két évben több mint 100 millió forintnak megfelelő fejlesztéseket hajtottak végre a községben. Az idei évben szociális lakásokat alakítanának ki, és a művelődési ház korszerűsítése is a tervek között szerepel. Ünnepélyes szalagátvágással adták át először a gyulai önkormányzat felújított épületét, majd a szintén korszerűsített orvosi rendelőt. A két létesítményen energetikai korszerűsítést végeztek, nyílászárókat cseréltek, napelemet szereltek fel. A Magyar Falu programnak köszönhetően számos újítást végeztek a községben az utóbbi időben, erről beszélt Selmeci László polgármester. Mostanában itt gépeket nyertünk, és sok minden, tényleg nem is tudom, előtte is utat nyert, most már második ilyen útszakaszt sikerült, hála Isten, megnyernünk, járdát építettünk, úgyhogy tényleg nem panaszkodhatom. Nagyon jól sikerült ez a pályázat, ez nagyon jó, hogy így kijött, mert így önerőből az önkormányzat nem tudott volna egyről a kettőre jutni, mert igaziból annyikora nagy bevételünk nincs, úgyhogy elég fönntartani magunkat, meg itt, amik szükséges, legszükségesebb dolgokat csináljuk meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a hivatalos átadón elmondta, hogy a 2019-ben elindult Magyar Falu programnak köszönhetően lehetőség van a kis települések fejlesztésére. Most Gyulajon vagyunk, ahol két újabb fejlesztés készült el, mégpedig az egészségháznak és a községházának a felújítása, összesen 60 millió forintból, de egyébként az elmúlt időszakban csak Magyar Falu programból 100 millió forintot nyert el ez a település.
Egyébként pedig nem sokára megkezdődik 40 millió forintos forrásból az utcák vagy az utaknak a korszerűsítése is, mégpedig az Árpád utca, Kossuth utca és a Szabadság utca. A jövőben Gyulajon szolgálati lakásokat szeretnének kialakítani az itt tanító pedagógusok számára, illetve a művelődési házat is felújítanák. 5852 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt három napban idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.805.898 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 150, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.436-ra emelkedett. 2745 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 117-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.397.000-en kaptak. Tolna megyében 105 új fertőzöttet regisztráltak a hétvégén, ezzel 38.372-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Egy dombóvári idős férfi bankkártyáját, majd az autóját is ellopta az a 31 éves döbrökközi férfi, aki a büntet elkövetése után Németországba menekült. Majd amikor meghallotta, hogy nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, hazajött, és lakhelyén az ágy alatt elbújva próbálta elkerülni a letartóztatását. A dombóvári rendőrök ennek ellenére megtalálták, most eljárás folyik ellene. Az ágy alatt bújkálva találták meg a rendőrök azt a 31 éves döbrökközi férfit, aki még tavaly decemberben ellopott egy bankkártyát, majd később még a tulajdonos autóját is. A kártyával többször is vásárolt, amivel 500.000 forintnyi kárt okozott a sértetnek. A dombóvári rendőrök nagy erőkkel kezdtek bele a nyomozásba, hogy felkutassák az elkövetőt. A férfit megpróbálták előállítani, de ez egyelőre nem járt sikerrel. Közben kiderült, hogy a férfi a lopott bankkártyával több alkalommal vásárlást is kísérelt meg, illetve vásárolt is. A feljelentő közben a bankkártyáját letiltatta, ezért az elkövető a lopott bankkártyával egy idő után már nem tudott vásárolni. A férfi a lopott autóval Németországba menekült, ezért a dombóvári rendőrök nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene. Amit a elkövető valószínűleg a rokoni szálain keresztül megtudott, ezért egy idő után hazajött Magyarországra, és a döbrökközi tartózkodási helyén bujkált. A dombóvári rendőrök ezen a tartózkodási helyen fogták el a férfit, úgyhogy a háznak az egyik szobájában az ágy alatt találták meg. Az egyenruhások előállították a lopással gyanúsított férfit, ám ő a kihallgatása során azt vallotta, hogy a pénzt is és az autót is kölcsönbe adta neki a sértett. Az elkövető azóta már börtönben van, a lopott autó a mai napig nem került elő, emiatt a dombóvári nyomozók tovább folytatják az ügyben az eljárást. A régi korok télűző hagyományát, a kiszebáb égetést elevenítették fel Szekszárdon. A helyi fősővárosi kör tagjai rendezték ezúttal is a családoknak szánt programot, amit a legjobban a gyerekek élveztek. A középre, gyerünk, adom nektek, aztán nyomjátok bele, gyerünk! Gyerekek tömték meg szalmával a földre fektetett több méter magas kiszebábot a szekszárdi remetetéren, néhány perccel később pedig már égett is. A szekszárdi fősővárosi kör évekkel ezelőtt elevenítette fel először ezt a télűző hagyományt, azóta pedig egyre népszerűbb a kezdeményezés. A rendezvényünk ugye a úgymond hagyományos kiszabáb égetés, ami a hatodik éve készítünk el. Favázat összeépítjük, asszonyok jönnek szépen a ruhát ráaggatják, és kikerül ugye itt a térre. A programot szervező közösség elnöke szerint most igazán nagy szükség van a hasonló programokra, mert a járvány miatt régen jöhettek össze a barátok és az ismerősök. Nagyon fontosnak tartottam és tartanám megegyezni, hogy merjünk nyitni újra egymás felé, mert ugye egy-két előadást is meghallgatva, vagy résztvéve, itt a Covid nagyon megtizedelte a kicsit a civil hozzáállásunkat, hogy így szépen fejezzem ki magam. Úgyhogy bízunk benne, hogy egyre több ilyen közös program van, egyre többször újra találkozhatunk, együtt lehetünk. A szekszárdi kiszebáb égetés után a szervezők mindenkit meleg teával és forralt borral vendégeltek meg. Regionális híreink következnek. Összefogás, a Balatonnál is segítenek a menekülteknek.
Adományokat gyűjtenek a baptisták Pécsen, az ukrajnai menekülteket segítik. Lakossági fórum, Magyarország biztonsága a tét. Kárpátaljáról, Kijevből és Harkovból is érkeztek menekültek a Balatonhoz. A települések, a térség önkormányzatai és civil szervezetek, magánszemélyek is összefogtak a megsegítésükre. A legtöbben egyelőre Balaton mellé vannak. Lányok, hogy érzitek magatokat? Jól, minden rendben. Több mint 20-an találtak menedékre ebben a Balaton lellei üdülőben. Hétfőn érkeztek meg a tóparti városba, Kárpátaljáról. Az első sikertelen béketárgyalások után indultak el Magyarországra, hosszú órákon át tartó sorban állás és várakozás után tudták csak átlépni a határt. Egy nagy sírás. Nem tudom, minek kitört egy sírás, hogy itt vagyunk. Magyarban vagyunk, Magyarországon, ahol nem fognak bántani. És tényleg nagyon szépen köszönjük, mert ott is rögtön a határnál jöttek segíteni, jöttek ajánlani, hogy bevisznek a melegedőbe, vagy bármit, tehát ahova kell, oda elvisznek. Tényleg mindenki nagyon kedves volt, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Ez a kijevi asszony a lányával menekült az ostrom alatt lévő városból. Családja többi tagjától a határnál elszakadtak. Kiderült, ők Lengyelországban vannak. Az önkéntesek segítségével ma este már vonatra szállnak, és indulnak tovább elveszett családtagjaikhoz. A legtöbben azonban maradnak a szálláshelyen, hiszen nincs hová menniük. Mai napon, csütörtökön, most már elmondhatjuk azt, hogy 82 ember élelmezéséről gondoskodunk, ennek több mint fele gyermek. Tehát körülbelül 60 fő, 50-60 fő között van a gyermekeknek a létszáma. 6-7 helyszínen laknak a családok és a gyermekek. Nem csak Kárpátaljáról és Kijevből, de a súlyos bombázásokat elszenvedő Harkovból is érkeztek már menekültek. A családsegítő szolgálat munkatársai a hét mindennapján gondoskodnak az ellátásukról, civil szervezetekkel karöltve. A térségben mindenki megmozdult, hogy segítsen, ami az intézményvezető szerint a következő hetekben is fontos lesz, mert még több menekült érkezésére számítanak. Az ENSZ becslései szerint akár 4 millió ember is elhagyhatja Ukrajnát az orosz támadás miatt, közülük pedig sokan hazánkban vagy azon keresztül igyekeznek menedéket találni. A baptista szeretetszolgálat az elsők között kezdett segítségnyújtásba, Pécsett 6 gyűjtőpontot hoztak létre. Ezúttal azonban más termékekre van szükség, mint ahogy megszoktuk egy-egy adománygyűjtő felhívás kapcsán. Folyamatosan érkeznek az adományok a baptista szeretetszolgálat fenntartásában lévő pécsi Cserepka iskolába. A segélyszervezet a városban 6 gyűjtőpontot nyitott az Ukrajnából menekülők megsegítésére, melyek közül az egyik ez az intézmény. Az a jelentősége ennek, hogy rögtön az elején gyűjtőpontként adományokat fogadni, hogy akik hirtelen egyik pillanatról a másikra kellett, hogy elmeneküljenek, már kezdet-kezdetén is megkaphassák azt a támogatást. Mert hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nagy készülődésre, halogatásra nincsen lehetőség, nincsen idő. Szokták is azt mondani, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, ez ilyenkor hatványozottabban jelentkezik és érvényesül. A baptista szeretetszolgálat az elsők között kezdett segítségnyújtásba. Ezúttal azonban más termékekre van szükség, mint ahogy megszoktuk egy-egy adománygyűjtő felhívás kapcsán. Konzervek, amiket azonnal kibontva tudnak fogyasztani, olyan tartós tésztafélék, kenyérfélék, amiket szintén kibontva azonnal tudnak fogyasztani, illetve kis energiaszeletek és csokoládék, hogy kisgyerekeknek is azért jusson ezekből, valamint takarók, matracok, párnák, nem tolpárnák, hanem természetesen csak olyan, ami újra kimosható és hasznosítható, mert hogy allergia miatt ugye ezeket nem lehet a párnákat, tolpárnákat, pelenka, WC papír, nedves tűrlőkendő,
intim betétek. Az iskola március 4-ére rendkívüli gyűjtési akciót hirdetett. Nem csak az iskola tagjaitól várjuk az adományokat, hanem külső személyektől is. Tehát a környékben élőktől, a pécsiektől, a környékbeli falvaktól bárki hozhat adományokat, bárki hozhat tartós élelmiszert, pelenkát és olyan étkezést, amit gyakorlatilag azonnal el tudnak fogyasztani, és tartós élelmiszer. Várunk még plédeket, matracokat. A gyűjtési akció szombaton 9 és 12 óra között lesz, de hétköznap is várják az adományokat, melyek javarészt Tiszabecsre kerülnek. Az ENSZ becslései szerint akár 4 millió ember is elhagyhatja Ukrajnát az orosz támadás miatt, közülük pedig sokan hazánkban vagy azon keresztül igyekeznek menedéket találni. Dajcs Tamás tartott lakossági fórumot Harkányban. Az EP képviselő a választások fontosságáról beszélt. A politikus kiemelte, hogy az április 3-ai szavazás egyik óriási tétje a magyarok biztonságának megóvása. A vélt kampányszempontok okán a magyar emberek biztonságának a kockáztatása, az felülírja a felelősséget. Dajcs Tamás szerint ez a legnagyobb tétje az április 3-ai választásoknak. Az EP képviselő Harkányban tartott fórumot a szavazással kapcsolatban. A politikus kiemelte, hogy ezen a napon 4 fontos kérdésben is dönthetnek az állampolgárok, hiszen népszavazást is tartanak a gyermekek védelméről, de van egy óriási tétje is ennek a választásnak. Ez pedig az, hogy az Ukrajnában zajló háborús helyzetből a magyarok kimaradjanak, és megőrizzük az ország békéjét. Tétjévé vált az április 3-ai választásnak, hogy a magyarok biztonságát, a békét garantáló, ahogy a miniszterelnök úr fogalmazott, büszkén idézem, a stratégiai nyugalom erényével bíró politikai erő kap-e a magyar választópolgároktól bizalmat, vagy pedig ilyen felelőtlen, össze-vissza beszélő hebehúrja a békét és a biztonságot is, akár politikai szempontokból kockáztató politikai erő. Ez nagyon nagy tét. A fórumon részt vett Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselőjelöltje, aki emlékeztetett, hogy a 90-es években Harkány és térsége már megmutatta, hogyan képes összefogni, ha háborús menekültekről van szó. A vidéki városok már akkor a magyarok bebizonyították azt, hogy az emberi humánum az itt a mindennapoknak a része, hiszen nem 1000, meg nem 2000, hanem több 10 000 embert fogadtunk be napokra, hetekre, hónapokra, és egyébként Harkány városa ebben egy kimagaslót is teljesített, hiszen nagyon sokan egyébként itt le is telepedtek, és azóta is itt élik a mindennapjaikat, és a magyar társadalom részévé váltak. A rendezvényen kiemelték, hogy az április 3-ai választásokon arról döntenek a magyarok, hogy továbbra is békében szeretnének élni. A politikusok hangsúlyozták, hogy a baloldal háborút érintő kijelentései ezzel a szándékkal szemben állnak, mint ahogyan az az elgondolás is, hogy nem kellene az oroszoktól gázt vásárolni, hiszen ez hatalmas rezsiáremelkedést eredményezne, ami a családok anyagi helyzetét sodorná veszélybe. Végül mutatjuk újra röviden a legfontosabb híreinket. Feloldották a korlátozásokat, a javuló járványügyi adatok miatt enyhített a kormány. Forgalmi rendváltozás Szekszárdon, pénzbírságra számíthatnak a szabálytalanul közlekedő autósok. Bankkártyát és autót lopott, az ágy alatt elbújva találtak rá a férfira. Elűzték a telet Szekszárdon. Civilek elevenítették fel a régi időkből származó kiszebáv égetés hagyományát. Kedden élénk lökésekkel kísért északkeleti szél mellett délelőtt napos idő lesz, délután már erősebben felhős időszakok is lehetnek, eső nem valószínű. Éjszaka eleinte kevés lesz a felhő, majd beborul az ég, de csapadék továbbra sem várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!